Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy heti jóslás április 17-ig. Itt látható egy ajándék. Valaki megajándékoz téged, vagy te adsz ajándékot valakinek. Itt a munkáról van szó, tehát lehet egy jó munkahelyi ajánlat. Ezen a képen viszont a szerelemről van szó, és itt is szerencséd lesz, hiszen a párod megajándékoz téged, vagy lesz egy találkozás, és ez olyan számodra, mint egy kellemes meglepetés, mint egy ajándék, vagy te vagy ajándék az ő számára. Itt ez a torony utal hivatalos dolgokra, vagy egy bírósági ügyre. Itt van a hivatalos személy, és ez az ügy kicsit betegít téged. Valami kellemetlen ér, ami a hivatalos dolgokat illeti. De itt fordul a kocka, hiszen itt van egy kellemes meglepetés, vagy nyeremény, tehát megnyered ezt az ügyet. Ez lehet bírósági ügy, vagy valami, ami eddig betegített téged, tehát kilépsz ebből a helyzetből. Itt vannak az elvárásaid, itt lesz nyeremény, és a ház utal az otthonodra, a környezetedre, a családra. De ami ezt az állapotot illeti, vagy ezt a hivatalos ügyet, itt lesz egy szomorú hír, de javulni fog a helyzet, hiszen ez a hölgy segít neked, megkapod az elismerést, és te állsz itt a középpontban, ha te egy hölgy vagy. A férfiakra ez a kártya utal, hiszen jelenti a gondolatokat. Itt vannak félelmek, hogy lesz itt egy tolvaj, tehát egy veszteség, vagy elloptak tőle valamit, vagy fél attól, hogy elveszíti a pénzt, vagy valaki követelőzik. De itt volt egy hosszú út, ez utal a múltra is, tehát mindketten türelmesek voltatok, és ez a gyermek utal most egy új kezdetre, és ez a gazdag nő, ez lehet a te tartásod, hogy te segítesz neki ebben a helyzetben, hiszen itt megjelenik a tolvaj, valamit elvettek tőle, vagy vannak félelmei. De te jó hatással vagy rá, és ez az út jelenti a jövőt is, tehát itt lesz egy közös életút. De ez a gyermek és ez a fiatal lány lehet a te lányod, vagy az ő lánya, és itt javul a helyzet, jobb lesz a kapcsolat, itt látható a remény. Amit az utolsó kép mutat, külföldi kapcsolatok, utazások, vagy egy nyaralás tervezése, de ez az út lehet egy belső út és egy spirituális terület, vagy egy lelki kapcsolat itt mély érzelmekkel. És most megnézzük az egyes napokat. Hétfő. Itt látható ebben a sorban. Itt van nyeremény, egy ajándék, egy kellemes meglepetés, de légy óvatos, mert itt van a tolvaj. Lehet, hogy valaki ellop tőle vagy tőled valamit, vagy rabolja az idődet, rabolja az energiádat. Kedd az itt látható, itt megvannak a gondolatok, az elvárások, a munkát, a hivatást illetően, ez lehet egy munkahelyi változás is. Szerda, az itt látható, egy hosszú életút, itt van a lakás, vagy a ház, a család, a környezet, a rokonok, és itt ez a kép utal arra, hogy itt szerencse lesz a párkapcsolatot illetően. Csütörtök itt látható hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy, sajnos itt lesz egy rossz hír, de ez a gazdag lány, az lehet egy segítség valakitől, vagy utal a te tartásodra, hogy megvan a bízalom, hogy te megnyered ezt a pert. Péntek az itt látható. Még mindig vannak itt hivatalos ügyek,
vagy ez a katonatiszt jelentheti azt is, hogy valaki parancsolgat neked, vagy parancsolgat neki. És itt van a tartásod, tehát jó indulatú vagy ezzel a személlyel szemben is, a lelki társaddal szemben is. Itt vannak a gyerekek, akik adják az élet örömöt, vagy a gyermek utalhat újdonságokra, egy új kezdetre is. Szombat az itt látható. Valaki beteg a családban, de lesz javulás. Az is lehet, hogy valami vagy valaki betegít téged, de itt megvan a remény arra, hogy javuljon a helyzet, és itt látható az elismerés. Vasárnap itt látható. Itt vannak nyeremények, külföldi kapcsolatok. Ha te egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban, és te hozol itt fontos döntéseket. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!